Jó estét kívánok, ez a híradó itt a Mason-Magyaróvári Városi Televízióban 2015. december 7-én hétfőn este 7 órakor. Főbb híreinkkel össze röviden. Hála az egységért, felújították Szatler János síremlékét. Városi Mikulás ezúttal a Fehérlóban várta a legifjabbakat. Ünnepváró délelőtt fúvósok és kézműveskedés a Fekete iskolában. Idén márciusban alakult meg a Dr. Szatler János Alapítvány. A szervezet fő feladatának az Egyesített Város első vezetője emlékének ápolását tűzte ki. Elsőként névadójuk sírhelyét újították fel. Megválasztásakor döntött úgy Árva István polgármester, hogy Szatler János emlékére nagy figyelmet fordít. Első polgármesteri fizetését egy az elődjének nevét viselő alapítvány létrehozására ajánlotta fel, amely megalakulását követően felújítatta az egykori polgármester síremlékét. Szatler János volt a legfőbb kezdeményezője annak, hogy 1939-ben egyesítették Mosont és Magyaróvárt. A Moson és az Óvár, ugye ezt napi szinten halljuk még ma is, hiába telt el rengeteg idő. Én, aki egyébként nagyon mosonpárti vagyok nagyjából ebbe a dologba, mert látom azt, hogy egyébként a leszekadó részeket muszáj felzárkóztatni ahhoz, hogy egy egységes város teremtsünk. Még én is mindig visszakapom, hogy de ez miért nem Mosonba és miért nem máshol. Úgyhogy máig hat ez a fajta különállás, ami persze mostanra nem ilyen éles, meg nem is tűzi zászlajára igazából senki. Szatler János életútja példaértékű lehet mind a lakosságnak, mind a mai városvezetésnek, hangsúlyozta beszédében Árva István polgármester. Nehéz volt ugyanis felelős döntést hozni akkor, amikor élet és halál volt a tét. Ezt az is mutatja, hogy az Egyesített Város első polgármestere nem tudta feldolgozni a vészkorszak politikai eseményeit, így 1944-ben önkezével vetett véget életének a magyaróvári temetőben. A tragikusan elhunyt Szatler János felújított síremlékére Bodó Zoltán római katolikus plébános kérte Isten áldását. Add, hogy János testvérünk békességben nyugodjék mindaddig, amíg majd életre kelted a feltámadás napján, mert te vagy, Urunk, a feltámadás és az élet. Az alapítvány a helyi tehetségek segítését is célul tűzte ki magának. Idén adták át az első zenei tehetségdíjat Hegedűs Borbálának. Testvér, mikor az úton jársz, szíved fájá, engem nem látsz. A felújított síremlék ünnepélyes avatásán a Szatler család is tiszteletét tette. Nagyon meghatódtunk ezen a szép ünnepségen, és nagyon nagy öröm az egész család számára, hogy a nagyapám emlékét így őrzik és ápolják. Az unokája vagyok, még az édesapám is él. Vele korábban gyakran jártunk Moson-Magyaróváron, főként a sírhelyhez, de a közelben nőttem fel, így elég jól ismerem a várost. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép gesztus Moson-Magyaróvártól, mondta az ünnepség után Szatler János unokája. A Dr. Szatler János Alapítvány első feladata volt a síremlék felújítása, jövőre azonban már pályázatokat is kiírnak a civil szervezeteknek programjaik támogatásáért. A művészeti ágakban és a sportban tevékenykedő tehetségek gondozását is előnyben részesíti az alapítvány, mindemellett pedig jótékonysági rendezvényeket is szerveznek. Legközelebb december 12-én szombaton a Magyaróvári templomba várják az érdeklődőket egy adománygyűjtő koncertre. A Fleskároly Kulturális Központ felújítása miatt idén a Fehérló közösségi házba várták a városi gyereksereget. Kézműves foglalkozással és színdarabbal készültek a Mikulás érkezésére, aki idén sem érkezett üres kézzel. Megtelt a Fehérló közösségi ház Szigeti Gábor terme. A kistérségi családsegítő és gyermekjóléti szolgáltató központ ezúttal is színvonalas kézműves foglalkozásokat szervezett. Barkácsolhattak a gyermekek például adventi naptárat. Egy másik asztalnál karácsonyi díszek készültek, egy harmadik helyszínen pedig képeslapokat lehetett hajtogatni, ragasztani. Aki pedig a mézes kalács díszítésben akart elmélyülni, az is megtalálta a számítását. Csináltam eddig gyertyás koszorút, két képeslapot és csináltunk mézes kalácsot. Évről évre így készülnek a Moson-Magyaróváriak Szent Miklós fogadására. Igaz, ezúttal nem a Fleskároly Kulturális Központba várták az egykori mürai püspököt, hanem a mosoni közösségi házba. Mivel itt kisebb a színházterem, ezért délelőtre és délutánra is szerveztek programokat. Szenzációs játszóházi programokkal, szaloncukormátással,
Minden finomság, marcipán, sütemény és gyönyörű karácsonyi asztaldíszkészítés, karácsonyi képeslapokat készítünk a gyerekekkel. Egy kis vásár is van, lehet finomságokhoz jutni, úgyhogy minden mi szemszájnak ingere, és a kultúrának is adunk, nyilvánvalóan a színházi előadás kitűnő szórakozást nyújtott délelőtt, és remélem délután is az fog mindenkinek. A színpadon a Csillag Musical társulat előadásában Hans Christian Andersen egy kedves téli története nyomán a hókirálynő lépett a színpadra. A fagyos uralkodó nem tűri környezetében az érzelmeket. Nem csak a szomorúságot, a fájdalmat, de a boldogságot és az örömöt is kiöli az emberek szívéből. Csak a szeretet és az összetartás mentheti meg a fiatal szerelmes párt. Az előadást követően a gyermekek közös dalolással várták Mikulást. A színpadon közös fotók is készültek, és üzent is a városlakóknak Mikulás. Én azt üzenem, hogy ne csak a gyerekek legyenek jók, hanem a felnőttek is, és az ünnepek közelettével figyeljünk egyre jobban egymásra, és szeressük egymást. Ünnepi kézműves foglalkozás várt a gyermekekre a Fehérló Közösségi Házban. Gyertyatartót, ablakdíszeket és más karácsonyi tárgyakat készítettek a kreatív kezűek. Karácsonyi bütyköldén vettek részt a kreatív fiatalok a Fehérló Közösségi Házban péntek délután. A gyermekek különböző ünnepi díszt készítettek. Csináltunk itt ilyen kis tányérból készítettünk hóemberkét, meg csinálunk most ilyen lemezből ilyen gyertyatartót. A kézműves foglalkozás a szülőket is megihlette, így ők is besegítettek gyermekeiknek az alkotásban. Időközben megérkezett a Mikulás is, aki nagy utat tett meg, hogy időben odaérjen a Fehérló Közösségi Házba. Segédjeivel ajándékcsomagot osztott a kicsiknek. A Fehérló Közösségi Házba érkező gyerekek egész évben különös figyelmet fordítottak arra, hogy jól viselkedjenek az óvodában, iskolában és otthon is. Sokat játszok, takarítok, főzök, és okos vagyok. Sokan verssel, énekkel vagy mondókával kedveskedtek a Mikulásnak az ajándékért cserébe. Hip-hop-hópehely vagyok, téli széllel hírtozok, nagy örömöt hirdetek Mikuláson, gyerekek. A kisebbek pedig édesanyjukkal együtt szavaltak a Mikulásnak és segédjeinek. Kerektálca, 5 pogácsa. A járta elég, megette elég. Közös ünnepvárást szervezett a Mokfém Körzeti Lakosok Egyesülete. A Fekete Iskola udvarán mézes kalács, sült gesztenye és más édességek várták az odaérkezőket. A Mokfém fúvós zenekar pedig karácsonyi dallamokkal tette még hangulatosabbá a délelőttöt. Diákokkal, szüleikkel és a környéken élőkkel telt meg a Fekete Iskola udvara a hétvégén. A Mokfém Körzeti Lakosok Egyesülete adventi délelőttöt szervezett az intézménnyel közösen. A célja az, hogy a lakóközösség, mint a Mokfém terep, mint pedig a Lajta lakókert lakóit kicsábítsuk ahhoz, hogy megnézzék azt a meghitt hangulatot, ami hála Istennek az időjárás is kegyes hozzánk. A pici óvodástól az iskolásig, illetve a felnőttig mindenki megtalálja magának azt, amit az adventi fény, az adventi hangulat hoz magával ilyenkor. Az Egyesület szinte minden évszakban szervez közösségépítő rendezvényeket, hogy a városrészben élőket közelebb hozza egymáshoz. Összekovácsolja a lakosokat mindenféleképpen, szülőket is, sok az ismerős, beszélgetünk. Akik pedig kicsit melegedni akartak, karácsonyi kézműveskedésen vehettek részt az iskolában. Az ünnephez kapcsolódó tárgyakat, például karácsonyi üdvözlőlapot készítettek a fiatalok. Elsőnek kivágtuk, utána ráraktuk, és utána lefestettük ilyen fehérrel, utána félre raktuk, és utána meghagyjuk egy kicsit száradni. Az udvaron pedig ajándéktárgyak bő választéka tárult a vendégek elé. Az adventi vásár jótékony célt szolgált, a szendvicsért és a sült gesztenyéért cserébe ugyanis adományokat fogadtak el a Fekete Iskola szakkörösei. Robotokat programozunk, versenyekre készülünk fel,
és ugye most arra szeretnénk gyűjteni, hogy ki tudjuk fizetni a nevezési díjakat, és a robotokhoz, ha kell valami egyéb dolgot venni, akkor meg tudjuk venni. A Fekete Iskola gyakran szervez diákjainak olyan programokat, amelyeken együtt tölthetik az időt a családjukkal. Az intézmény az ünnepi délelőttel az idei tanév első fél évétől is búcsúzott. Több pályázati projekt megvalósítását vittük véghez ebben a kis rövid időszakban. Számos lakossági program részesei voltunk, szervezői, műsorszervezői a múzeumba, városi rendezvényre műsort adtunk elő, és hát természetesen zajlott a hétköznapokban a nevelő-oktató munka. Az ünnepi hangulathoz a Mofén fúvós zenekar is hozzájárult, ismerős karácsonyi dallamok csendültek fel az iskola udvarán a közös ünnepváró délelőttön. Megtartotta évértékelő közgyűlését a mozgáskorlátozottak Moson-Magyaróvári Egyesülete. A közösség évente többször szervez kirándulásokat, kulturális programokat, valamint egészségügyi előadásokat, amelyeken hasznos tanácsokat kapnak a sérüléssel élők. Az Egyesület jövőre ünnepli fennállásának 35. évfordulóját. 70 taggal kezdte meg működését 34 évvel ezelőtt a mozgáskorlátozottak Moson-Magyaróvári Egyesülete. Mára azonban mintegy 500 fős létszámmal tevékenykedik a közösség. Nagyon jó a társaság, nagyon jó régi ismerősök vannak, hangulatosak a kirándulások, az összejövetelek, és nagyon hasznos az, hogy minden héten van klub, délután, péntekenként. Az egyesületi tagok gyakran keresik fel egymást a foglalkozásokon kívül is, sőt az idősebb, nehezebb körülmények között élő tagtársaiknak lehetőségeikhez mérten segítenek is. Az a legszebb emlék, hogy itt a sorstársakkal mindig találkozunk. Igen. És ha valaki jobban érzi magát, már nekünk, már az egy jó érzés. Az Egyesület megtartotta idei évértékelő közgyűlését. A szervezet ebben az évben is több hazai, valamint egy felvidéki kiránduláson is részt vett, de szerveztek úszósportnapot és gyalogtúrát is. Több fővárosi kulturális rendezvényre is ellátogattak. Az Egyesület énekkarát idén is gyakran hallhatták a tagok, a kórus műsorral köszöntötte tagtársait az évzáró találkozón. Majd pedig Tisz József az elmúlt év legfőbb eseményeit összegezve elmondta, 2015-ben a legjelentősebb látogatást a mozgáskorlátozottak egyesületeinek országos szövetségénél tette. A júniusi közgyűlésen ugyanis a MEOSZ etikai és fegyelmi bizottsági tagjának választották meg a Moson-Magyaróvári elnököt. A mozgáskorlátozottak Moson-Magyaróvári Egyesülete legfőbb tevékenységének az akadálymentesítésben való részvételét tartja. A uniós pénzből kibővített munkaügyi központba kellett megnéznünk, hogy az akadálymentesítést jól valósították-e meg, megvan-e, minden rendben van, mert enélkül nem is vették volna át az épületet. Kipróbáltuk, minden szempontból jó az akadálymentesítés, nem csak mozgássérülteknek, hanem hallássérülteknek, látássérülteknek is. A helyi útépítéseknél és építkezéseknél is gyakran kérik ki a mozgáskorlátozottak véleményét. Az együttműködés ugyanis nagyban segíti a sérüléssel élők mindennapi közlekedését és ügyintézését. Jövőre ünnepli 35. évfordulóját az Egyesület, a jubileumra egy kiadvánnyal készülnek a tagok. Emellett 2016-ban jár le az elnökség mandátuma is, azt azonban még nem árulták el, hogy kik indulnak a vezetői posztért. Az elmúlt hétvégén rendezték az idei Mikulás kupát. A Mogacban megtartott teremfoci tornára idén 18 csapat nevezett. A szombati selejtezők után az egyenes kiesés szakaszba 12 csapat került. A vasárnapi döntőben a Moson-Magyaróvári Rehab és a Lébényi Jimmys játszott. A 2-2-es döntetlent hozó rendes játékidő után 7 méteresekkel dőlt el a kupa sorsa, amit végül a Rehab csapata nyert meg 1-0-ra. Az idei szezontól kezdve már a 13 éves kor alattiak is rúghatják a bőrt az MT-1904-nél. A csapatok saját korosztályuknak megfelelően lépnek a pályára heti több alkalommal. A legutóbbi edzésükön azonban meglepetés fogadta az ifjú sportolókat, a Mikulás ugyanis a sportpályára is ellátogatott.
Volt, aki Mikulás sapkában érkezett a pénteki edzésre az MTM műfüves pályájára, a hideg sem tántorította el ugyanis az utánpótlás csapatokat a játéktól. Hamarosan a fiatalabb korosztály is a pályára lépett, idén azonban a bemelegítés után meglepetés várta a labdarúgókat. Nem segít valaki hozni a zsákomat? A Mikulás az MTM pályára is ellátogatott, akit a focisták énekkel köszöntöttek. A Mikulás cserébe a közös énekért édességgel lepte meg az ifjú labdarúgókat. Kaptam csokit. Amúgy semmit nem csináltam. Én eleve jónak születtem, és jó vagyok. Minden fiatal kapott ajándékot, pedig voltak, akik nem minden esetben tartják magukat jó gyereknek. Lusta vagyok, átlagom az közepes, és nem viselkedek jól. Az edzők szerint azonban nincsen rossz, csak eleven gyermek. Az MTE 1904 az idei szezontól kezdve foglalkoztat 13 évnél fiatalabbakat a pályán. Az edzők úgy gondolják, hogy a közös ünnepvárás is hozzátartozik egy sportegyesület életéhez. Igyekeznek jó kapcsolatot kialakítani a fiatalokkal, hogy együttműködő csapatként játszanak a későbbiekben. Aki már tud figyelni edzésen, meg nem rontja el az edzést, az már jó gyereknek, de azért én erre azt mondom, hogy nem olyan gyerekeket akadunk mi, akik vigyázba állnak és bólogatnak. Kell egy kis vagányság a futballhoz, egy kis bátorság, és egyébként nagyon könnyedén felvették, meg egyből elkezdtek énekelni a Mikulásnak. 5 évesen nem mindegyik gyerek képes erre. A közös ünneplés után az ifjú labdarúgók visszatértek a pályára, hogy folytatódjon az edzés. Azért ugyanis, hogy ők legyenek a jövő profi focistái, kitartó és kemény munka vár rájuk. Kedves nézőink, a híradót látták itt a Mosonmagyaróvári Városi Televízióban. Most a hírháttérben Iváncsics János alpolgármester lesz Segesvári Zsolt vendége. Friss hírekkel holnap este is a szokott időben, azaz 19 órakor várjuk Önöket. Viszontlátásra!